Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Karácsony közelettével érdemes szólni arról, hogy ebben az időszakban mire figyeljenek fokozottabban a fogyasztók. A fogyasztóvédelemre is nagyobb feladat hárul ilyenkor, hiszen az ő kötelességük a különféle lehetséges fogyasztóvédelmi problémák minimalizálása, illetve azok megelőzése, kiszűrése. A leggyakoribb árucikkek ilyenkor a karácsonyi fényfűzérek és egyéb világító dekorációs eszközök, amiket már az ünnepek előtt is, ünnepeket megelőző időszakban is használnak a vásárlók, akár kinti, akár beltéri díszítésként. De ugyanilyen fontos odafigyelni az internetes vásárlásra is. Ezen a területen komoly eredmény már, hogy a korábbi időszak 54%-os problémaarányát sikerült 13%-osra csökkenteni. Tisztelt államtitkár úr! A fogyasztóvédelmi hatóság a karácsony megelőző időszakban fokozottabban ellenőrzi a vásárokat, üzleteket, ajándékboltokat, a vállalkozások és a családok védelme érdekében. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések során egyebek közt vizsgálják a megfelelő ártájékoztatást, hiteles mérőeszközöket használnak-e, és azt, hogy a vásárló kapott-e blokkot a vásárláskor. A híradásokból is tudjuk, hogy az elmúlt időszakban már több száz vállalkozást ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei. Éppen ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat, hogyan értékeli az eddigi fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, milyen tendenciát tapasztaltak a fogyasztókat érintő jogsértések tekintetében, karácsony előtt milyen helyszíneken terveznek további ellenőrzéseket, milyen további intézkedéseket foganatosítanak a hatóságok a fogyasztók védelme érdekében. Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr, jegyző úr. Válaszadásra megadom a szót Kaga Ákos államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam. Tisztelt képviselőtársaim, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt országos fogyasztóvédelmi vizsgálat a magyar családok biztonságos karácsony előtti készülődését szolgálja. A korábbi évekhez hasonlóan a fogyasztóvédelmi hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az ünnepi időszak jellegzetes termékeit. A karácsonyi vásároknál, kitelepüléseknél az árfeltüntetés mellett a mérőeszközök meglétét, hitelességét, a fogyasztói igények érvényesítéséhez elengedhetetlen nyugtaadást és a panaszügyintézésről szóló fontos tájékoztatást ellenőrzik. A karácsony előtti ellenőrzések során is érvényesül az az elv, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elsősorban konzultatív szemléletű, tehát a KKV-k esetében első alkalommal csak figyelmeztetés és nem bírság kiszabás történik. Mivel egyre többen szerzik be az ajándékokat az interneten, ezért az Innovációs Minisztériumnak az IT laboratóriuma az egész éves ellenőrzés mellett novembertől már kiemelten vizsgálja a webáruházakat is. Az ellenőrzések további kiemelt területe a termékbiztonság, azaz a veszélyes termékek kiszűrése az üzletekben, a webáruházakban és természetesen az említett ünnepi vásárokban is. A biztonság jegyében példaként említhető, ahogy képviselő is az előbb említette, a fényfűzérek és az úgynevezett világító díszek vizsgálata, amelynek eredményeként a fogyasztóvédelmi hatóság több veszélyes terméket is kivont a forgalomból. Az ellenőrzések a vásárlók mellett a tisztességes és jogkövető vállalkozások érdekeit is szolgálják, tisztelt képviselőtársaim. Köszönöm, Kaga Ákos államtitkár úr. Viszontválasz illeti meg Földi László képviselő urat, jegyző urat. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, köszönöm válaszát, mindenféleképpen fontos. Laikusok vagyok sok esetben, főleg elektronikus cuccoknál például mindenféleképpen, és nem mindegy, hogy mit viszek haza, mennyire az unokáim, ha játszanak ezekkel a dolgokkal, mennyire biztonságos, mennyire problémás ez a dolog. Tehát én mindenféleképpen fontosnak tartom, és azt is fontos kiemelni, hogy ez nem a vállalkozások ellenében megy ez a vizsgálati módszer, meg ez a vizsgálat, hanem pontosan a vállalkozások érdekében is megy, mert ez nem csak a fogyasztót védi meg, hanem megvédi a vállalkozásokat is. Én nagyon bízom benne, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság segítségével minden magyar családnak boldog karácsonya lesz. Köszönöm válaszát! Köszönöm szépen, képviselő úr, jegyző úr. Viszont válaszra van lehetősége államtitkár úrnak.
Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt képviselő társaim. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt célja, hogy folyamatos, aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel, rendszeres ellenőrzésekkel hozzájáruljon a magyar családok nyugodt karácsonyi készülődéséhez, az ünnepek békéérzés biztonságához. Képviselő társam is használta a biztonság kifejezést számunkra is, ez elsőrendű kérdés. Fogyasztóvédelem ellenőrzései egész évben, decemberben folyamatosak lesznek, továbbra is az elkövetkezendő napokban, a karácsony ünnepéig, vásárokban, üzletekben is. Ugyanakkor a magyar vásárlók, családok és tisztességes vállalkozások nem csak az ünnepi időszakban számíthatnak a fogyasztóvédelemre. 2019-ben is ellenőrizzük például az elkereskedelmet, és továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a termékbiztonságukat. A gyermekek biztonsága érdekében újra ellenőrizzük majd a nyári táborokat, kalandparkokat, az idősek védelmében pedig az árubemutatókat is, ahol korábban nagyon hatékony lépéseket tudtunk hozni kormányzat döntéseivel. Köszönöm szépen megtisztelő türelmüket! Köszönöm, Kaga!